Biztos, hogy iszik vizet és megmosdik az, aki eljön a búcsúra. A Pósa család már évek óta jár Oromról Szentkútra. Jött édesanyám, feleségem, kislányom, a testvérem, őnek férje és két kislánya. Járnak ide katolikus és ortodox hívek egyaránt, a kegyhely a keresztény közeledés és egymásra találás helyszínévé vált. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Az ünnepi szentmisét Pénzes János, szabadkai megyés püspök celebrálta. Istennek nekünk igent kell mondani. Az idei év szónoka Lehoczki Gábor állandó diakónus volt. Szükség van ilyen helyekre, ilyen kegyhelyekre, ahol sok-sok keresztény jön össze, és mint egy nagy közösség megerősítjük egymást abban, hogy tényleg ilyen sokan vagyunk, együtt haladunk Isten felé ezen az úton. Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez. Én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Ez az Isten igéje. A család fontosságát hangsúlyozta az eseményen Bunfort Tivadar, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Minél nagyobb számban jelennek meg itt ilyenkor őszelőn, és hát ezzel is bizonyítva azt, hogy a keresztény kultúrának mély gyökerei vannak itt városunkban és a környéken. Változó, zűrzavaros világunkban mindig kellenek az áhítat helyei, és a Mária kegyhelyek a délvidéki magyarság számára nagyon fontosak, nyilatkozta a Pannonár TV-nek Hajnal Jenő. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, a Szabadka melletti és a doroszlói zarándokhely szívünkhöz közel áll, és nagyon kedves. Nem csak azért jó, mert az ember egy pillanatra megáll, elgondolkodik múltra, jövőre, hanem a lelkiségről, a közösségről, az együttélésről és a békéről elmélkedik, és próbál úgy élni egy-egy ilyen szentmise után, hogy méltó legyen Mária kegyelmére. Szakály József szabadkai plébános a szentkúti búcsúról elmondta, a szertartáson való részvétel a gyógyhatásúnak tartott vízben való megmosdás, az abból való ivás egyfajta rituális lelkifürdőzést, megmosakodást jelent.